Mit jelent szabadnak lenni? Jól láthatjuk, ha egy nép meghódít egy másik népet, végül a csatába száll vele és felszabadul, majd aztán megbánja, mondván korábban jobb volt neki, ahogy az Izrael népével volt Egyiptomban. Kijöttek Egyiptomból, majd utána kezdték megbánni, mondván ott tele voltak minden jóval. Étellel, minden készen elérhető volt, minden rendezett volt, aztán a pusztaságba vonultak ki. Akkor a pusztaság volna a szabadság szemben azzal, amink ott volt? Talán inkább legyen mit innunk és ennünk, legyen minden készen és legyünk kalitkában? Szemben a szabadsággal, hol nincsen semmi és én saját magam kell, hogy mindezt előteremtsem? Mikor érzi tényleg az ember, hogy nem akar többé szolga lenni, hogy kész lemondani mindenről, és nem fontos neki, hogy mi lesz a későbbiekben? Csak a szolgaság utálatos a számára, és ezen kívül kész bármit elfogadni. És így haladunk a kisebb szolgaságtól az egyre nagyobb és nagyobb szolgaságig, hiszen ma például nagyobb szolgaságban élünk, mint 50 évvel ezelőtt. Amikor fiatal voltam, azt mondták, hogy még 50 év, és az emberek csak napi néhány órát fognak dolgozni, talán 2-3 órát. És a többi órát a szabadidő, a kultúra, a gyereknevelés, a kirándulások fogják kitölteni, az ember igazán szabad lesz. 50 év múltával, ahogy a számítástechnikai cégek dolgozóit nézem, napi 12 órát dolgoznak, ők nem igazán érzik, hogy valahogy is ki tudnak majd lépni ebből a szolgaságból. De akkor hova jutottunk? Az elképzelt szabadságnak egy fordított formáját értük el. Ma egy apró világban, egy apró faluban élünk, mikor is azt látom, hogy nincs hová menekülni. A mezőn, erdőben való lét helyett összezsugorítottam az életteremet, s ahelyett, hogy szabadon élnék, valamely lakópark közepén egy kis lakásban élek, tehát hol van a szabadság? Semmiben nem vagyok szabad. A gyerekek óvodába mennek, utána iskolába, utána egyetemre, én meg a munkahelyen, otthon, a bankban vagyok, mindez el van rendezve, mindent készen kap az ember, szabad választás nincs. A televízióban olyan adagban is azt kapod, amit akarják, hogy lássál. Tehát mindent készen kapsz, teljesen készen. Még az ételek terén is, csak beteszed a mikrohullámú sütőbe, tehát mindent készen kapsz. No, de hol van akkor az ember? Mint egy mindent megadtak neki, de tulajdonképpen egy még kisebb kalitkába zárták be annál, amiben korábban volt, és nincs hová menekülnie. Nincs. Ennek az összeszorításnak az érzése bele ebbe a kalitkába, ebbe a börtönbe már olyannyira nyomasztóvá vált, hogy már a szívet kezdi nyomni. És már a szívem sem tud szabad lenni. Szabadon verni, szabadon dobogni. És így jutunk el egy olyan helyzethez, hogy egyszerűen egy szánalmassá vált életbe zárkózunk be. És úgy tűnik, hogy ennek a beszűkülésnek az érzései azért ébrednek fel bennünk, hogy ezek löketet adjanak egy új helynek a feltárásához. Hogy akarjunk ebből kilépni, hogy igen, akarjuk elhagyni ezt a világot, minden áron, ahogy az az egyiptomi kivonuláskor volt. Ez a példája annak, hogy mit jelent szabaddá válni. Vagyis, hogy mindent semmibe veszünk, mindent gyűlölünk, készek vagyunk mindenről lemondani, készek vagyunk elmenekülni ebből a szép aranykalitkából, amely tele van minden jóval, csak is egy dologért, azért, hogy szabaddá válhassunk az egónktól, a természetünktől, amely zárva tart bennünket ebben a kalitkában. Mikor az ember feltárja, rátalál arra, hogy mitől is kell, hogy megszabaduljon, akkor tárja fel egyidejűleg a szabadsághoz vezető utat, és érzi, hogy a szabadság belső szabadság kell, hogy legyen. Az nem is fontos, hogy itt ebben a világban élek. Az érzésem belső érzés kell, hogy legyen, hogy én nem függök senkitől. Hogy szabadon élek a belső világomban. És akkor az ember feltárja, hogy nem kitörni kell, mert hogy nincs semmi ezekre a hatalmas távolságokra ebben a világegyetemben, hanem mond, hogy bentre kell, hogy betörjön az ember, benne a szívében, és ha ott azt megnyitja, akkor fogja érezni, hogy ez a szabad, nagy, végtelen dimenzió pont, hogy a maga bensőjében van, és nem abban, ami körülötte van.
És mindez az emberen múlik. Itt mi nyitjuk ki a kaput a madárkának, hogy szabaddá válhasson. És nekünk ugyancsak fel kell ismernünk azt a kezet, amely nekünk ki tudja nyitni a kaput, hogy szabaddá válhassunk. Összességében a madár az emberi kéz függésében van, azonban az ember a Teremtő kezében van, és csak is az ember kérésén múlik, hogy a Teremtő vajon kinyitja előtte a kaput, avagy sem.